Hát hölgyek, urak, üdvözlünk mindenkit most délután, egy kicsi csúszással, aminek az az oka, hogy én késtem, de itt vagyunk, E-Music stúdiójában. Tessék, E-Music stúdió, aki a Rock Pagodának kiemelt média partnere, és most egy kicsit körülnézünk, csak megfordítom majd a képet, mert támadások értek, hogy én sose látszom. Tessék, öreg vagyok, én vagyok, látszom. Na, most visszafordítottam. Először megnézzük, tehát ez maga a stúdió rész. Itt mindenféle zenekarok vannak. Ja, akárki bejöhet itt, ide. Ja, akárki bejöhet. Most csak a full negatív. Itt. És hogyha nem vagyok full negatív, akkor be se jöhetek. Igen. Tehát. De pakolni azt lehetséges. Nagyon, nagyon szép, barátságos környezet. Egy szép dob. Ami aranyszínű. Amit haza is viszünk. Azt gondolod, hogy hazaviszed. Hát olyan fura vágyai vannak a zenészeknek, hogy hangszert. Hát figyelj, kifizettem, azt hiszem, hazaviszem. Megvette, hazaviszek. Értem. Igen. Jé, egy Levente, a full negatív énekes gitárosa, vagy gitáros énekese. Ti igen. Mit csináltok itt? Hát ma voltunk. Ma voltatok. Felvétel készítésén itt. És hogy sikerült? Hát egyelőre az élmények pozitívak, még nem hallottuk a végeredményt, arra még kíváncsiak leszünk. De egy élmény volt egyébként az egész, tehát ez komoly. Milyen a hely egyébként? Mert milyen a kisugárzás? Nagyon támogató a közösség, abban a szempontból mondom, hogy amikor itt... Tehát odafigyelnek ránk. Én úgy érzem, hogy itt egy... Ha az ember egy lemezt csinálna, akkor itt nagyon jól lenne megcsinálni. Na, és maga a na. Körülmény, szép kis, ez ismerős ez a szám, mi most szól, ez a Hollywood, ami a Rock Pagodának, milyen? Ajánlásával igen. Fut. Mert Ricky Black, az én csodás nejem, azt mondta, hogy igen. Ezt akkor ajánlani kell. És ezt köszönjük is nektek. Jó. Meg igazából azért hozzátenném azt is, hogy ide is a Rock Pagoda segítségével kerültünk, hogy megcsináljuk ezt, amit ma megcsináltunk, meg remélem ennek folytatása is lesz. Hát, illetve még azt is, hogy pont ugye abban az időszakban az első zenekarok között érkeztünk a Rock Pagodába, hogy ki a ti maximális támogatásokat élvezik, és ezt hát, köszönjük. És a hercegnőt, azt külön... Most megfenyegetted, nem kellett volna. Na, nem, tudjuk, hogy te vagy a keresztapja jó, a kislányok, hát, szóval ez így most elhangzott, a Rock Pagoda keresztapját láttuk. Ahogy szoktuk mondani, aki a Rock Pagodánál egyszer volt riporton, az már Rock Pagoda család tagja. Úgyhogy hajrá, és mindenről közvetítünk. Most megfordítom. Megint nézzetek engem az én ronda, öreg képemet. És most átmegyünk a másik helyiségbe. Én utálok szelfizni, most mégis szelfizni fogok, mert bemutatom Mátét. Hello, ciao. Pontosan te mi vagy itt? Hát igazából én viszem a stúdiónak így a mindennapos dolgait, ügyes bajosakat. Úgyhogy most is én szerveztem össze ezt az egészet, hogy menjen, de amúgy ott vannak azok, akik a zenéhez úgy igazán... Mindjárt megyek őket is idegesíteni, csak szeretnénk Máténak megköszönni külön azt, hogy... mindig pozitívan áll hozzánk, nem full negatívan, mindegyesek. Nem akarok mutogatni, és tényleg mindig fölveszi a telefont, és bármi van, akkor meg tudjuk beszélni. Úgy gondolom, egy jó kapcsolat alakult ki a E-Music és a Rock Pagoda között, aminek a folytatása az egyértelmű. Hát így tovább, úgyhogy hát nektek is. Köszönjük szépen. Köszönjük. Most megyek, kicsit idegesítem a kollégákat. Jó? Hajrá. Úgyhogy most megint visszafordulok. Szóval most itt a kollégákat idegesítem, nehogy jól érezik magukat. Tehát ez maga a keverő rész, ugye? Ott bent csinál valamit az ember úgy, ahogy itt meg történik a csoda. Ennyi. Nem kell túlzásokba esni. Kit tisztelhetünk az úrba? Mészáros Tibor, Grief Manager. Mutatkozz be, Dino! Ja, én vagyok a Jüleg Dino Károly. Ennyi. Mi sárok videózom? Igen. Kirány. De én téged ismerlek. Tudom. Én téged ezer éve ismerlek. Mi mondta, hogy mutatkozzam be? Most esett le? Igen. Én vagyok a Dino Károly. Igen. Na. És mi lesz ebből a csodából? Hát
Hát ezt most a fiúknak csinálunk egy ilyen, csak ilyen demót, mert ez még nem a lemez, csak... Ez csak a beugró, ahogy szokták. Ez csak csinálunk ilyen. És tényleg a srácok full negatívban nyomják? Már vér. Az a nevük. Ja, igen, full negatív. Igen, mert ugye ma találkoztam velük, és kérdeztem az elején, hogy mit adja a projektnek, mondták, hogy full negatív, és elfelejtettem már, mert azóta 15 számot följátszottam. 16. 16-ot, egyet, Egyet kétszer. Azért 16, nem? Igen. Igen. És melyik volt a jobb? Ha majd a harmadik. Ez így. Nem, jók a fiúk. Na tessék engem meg, nem igazol vissza. Dino írja az én csodás, ne ilyen Wiki Black. Úgyhogy tessék visszaigazolni. Okay, Vicky okay. Black, most. Mert különben a férj meghal. Én. Jó, rögtön. És én azt nagyon sajnálnám, és hiányoznék magamnak. Mindjárt, de én az a baj, hogy valószínű, hogy nem nézem, hogy... Hogy kijelöl ki. Istenem. Most ritkán szoktam, akkor egy csomót visszaigazolok, csak úgy van, hogy mindig el... Szóval mi a Roppagoda médiától vagyunk, akik az e-muziknak média partnerei, és reméljük, hogy előbb-utóbb a Grip zenekart is egy riporton láthatjuk, vagy kimegyünk, ahol felléptek, és csinálunk egy riportot veletek. Jó? És mindenféle okosságokat fogunk kérdezni, például az, hogy na, szóval ilyesmiket. Na, értem. Tudod, erre, amit úgy szoktak a riporterek. Erre még már nagyon okosan nézünk, és várjuk, hogy történik-e valami. Wiki Black. De, igen! Visszaigazoltam. Szívem, vissza vagy igazolva. Gyanús, hogy megnéztem, és hogy annyira jó csaj, hogy elmondom, ez a jó csaj biztos véletlenül jelölt be engem. Hozzám jött feleség, véletlenül hozzám jött. Rossz terembe ment be. Úgy szoktam, hogy vannak ezek a jó csajok, és elmondom, én ezt nem tudom, hát biztos megint reklám. Tudod, hogy az abban a jó csajokat nem szoktam visszajelölni. Értem. Hallod, szívem, jó csaj vagy, nem? Vagy most már nem, mert visszajelölted? Nem, most jó csaj. Jó, értem, nem, értem. Vannak mindig olyan csajok, tök jól néz ki, és látom, hogy úgyis reklám, meg kamu, és Wiki Black-et nézem, hát ez is biztos az lesz, úgyhogy azért siklottam túl a dolgon, mert azt hittem, hogy csak valamilyen... Új gida? Új gida az Ergo-ban. Ez nagyon rossz volt. Bocsánat. Hogy mondják, ez a... A menedzserem nevében, bocsánatot. Nem, azt mondják, ez olyan rossz, hogy már jó. Várjál, írt valamit. Köszönöm szépen, öreg, vén, Dino. De jó, azt írta. Úgyhogy, szóval ez itt történik a csoda, picit így körbe is megyünk. Másikat is láttad? Igen. Tehát ez maga a stúdió rész, ugye? Így van. Ahol történik, itt a Grip zenekar is itt vette föl az utolsó albumát. Így van, pontosan itt. Ami remek lett, mert nagyon jók a visszajelzések. 14-ével meg is jelent. Igen. Előtte, hát egy 4 hónap kemény, folyamatos munka volt. Hát azért a Grip zenekar sem mai zenekar. Hát nem. 89-ben volt az első lemez. Azóta egy kicsit meg kellett várni, míg megérlelődik. És most már bukéje van, most már akkor jöhet a következő lemez. Helyes, meg sok-sok fellépés. Igen, hát reméljük, most május 7-én már elvileg lesz egy lemez bemutató fellépés. Nagyon jó. Igen, ezt olvastam is talán a... Igen. Majd megpróbálok. Megosztottuk a Facebookon, megosztottuk. Majd megpróbálok itt beszélgetni a urakkal, hogy esetleg minket egy... Megehívnak, így be egy ilyen riport. Szerintem biztos. Hogy nem. Értem. Jó, full negatív, oké. Okay. Szóval, Grip zenekar, milyen egy ilyen régóta létező zenekart menedzselni? Nagyon nehéz. Nehéz emberek? Az emberek is nehezek, a körülmények is nehezek, mert amikor már azt hiszi az ember, hogy ennél rosszabb nem lehet, akkor jön egy pandémia. És akkor az aztán, akkor minden addigi munkát, mindent keresztbe tesz. De ilyenkor jön az, hogy ki kell tartani, az embereket meg kell győzni, hogy ez azért nem olyan vészes, örökké nem eshet az eső. Igen. És aztán utána mégiscsak összeáll minden. Hát az a lényeg, az a lényeg. Hát hogyha ennyi évet átélt ez a zenekar, akkor ez az 1-2 év szerintem észre se veszik. Tehát ez már olyan semmiség. Hát igen, csak amikor minden rosszra fordul, akkor jön ki az, hogy az emberek nem bírják tovább, és borulnak a dolgok. Igen. És akkor újra kell nekiállni, újra szervezni, új emberekkel, új régi emberekkel, és megy.
közben megosztotta az én csodás nejem a Facebook elérhetőséget ennek a fellépésnek. Nagyszerű. Úgyhogy akkor ez is. Most már így fölkerült. Mit kap, aki elmegy egy Griff koncertre? Hát egyrészt újra fiatalnak érezheti magát, mert azért a 89-es, 90-es évek elején volt igazán nagy a Griff, és hát most megpróbáljuk azt, hogy mindenki úgy érezze, hogy ezek nyomtalanul elmúltak ezek az évek, és mindenki újra fiatal, és újra élheti ugyanazokat a nótákat, azt a lélek, azt az érzést. Igen, igen. És reméljük, hogy egy hatalmas nagy jó buli lesz, és mindenki nagyon jól érzi majd magát. Hát kívánjuk, hogy így legyen, és tudjuk, hogy így is lesz, és mondom, hogy ha úgy alakul, akkor ezt mindenképpen mutatjuk is, és riportokkal várjuk a Rockpagoda követőit, nézőit, hiszen bármi is történik, a rock örök és elpusztíthatatlan, ezt tudjuk, úgyhogy... És ahogy szoktuk mondani, még igaz, hogy nem voltatok nálunk riporton, de mivel kvázi voltatok, ezért most már ti is a Rockpagoda család részei vagytok, örülünk, és az ember a családtagokat segíti. Úgyhogy segítünk, ahol tudunk. Köszönjük. Mi köszönjük szépen. Most megyek, keresek valakit, akit idegesíthetek. Csak nyugodtan. Jó, addig megfordítom. Itt az én vén fejem, itt a csodás lányunk, ő a Rockpagodának az angyala. Mindig el szoktam mondani, ő az angyala a Rockpagodának. Hosszú egyeztetések, sok ajándékbe a ígérés, és a következő 20 évbe teljes ellátás Koszt és Kvárté után belement. Na, tartsatok velünk, akkor még egy kicsit bolyongunk, amíg el nem veszünk. Vagy amíg ki nem dobnak. Itt olyan nem történik. Köszönjük szépen, még úgy is találkozunk. Na, hú, itt az urak nagyon tárgyalnak, úgyhogy csendben. Lebuktam. Szóval, igazából ennek a műsornak az a címe, hogy kulisszák mögött, úgyhogy most mutatok valamit, amit nem gondoltatok volna soha. Megmutatom Dínót, ahogy kínálok ebbe. És a feleségeddel, csajoddal. Feleségem. Feleségeddel írogatok. Fú, szívem, lebuktál. Igen. Na. Szerintem puszíjuk egymást, ennyi. Csak köszöntem, hogy visszatok. Mindegy, hogy én bízom benne, ő is bennem. Ha nem, akkor meghalok és elásom magam. Szóval ez ennyi. Hallom, hogy május 7-én lesz egy nagy bulitok. Május 7-én a Kondor Béla közösségi házban. Igen. Ott olyan nagyon sokat jártunk, és most egyelőre, hogy ilyen bejátszó bulikat csinálunk, és tökéletes lesz, hogy 300-350 emberre számít. Az igen. És ott el is férnek, jó is a hely, a kis oszi vitte a cuccot oda, meg még hoz is nekünk, és ott egy ilyen jó hangulatú buli lesz, úgyhogy sok szeretettel várok mindenki. Azért azt írja a nejem, én nem szoktam lebukni mindenről, tudsz. Jó. Így van, ez így van. Én is nagy dobra vertem, hogy leírogatok. Csak egy kérdés, mert úgyis majd szeretnénk veletek egy riportot csinálni, esetleg május 7-én, majd meglátjuk, hogy meghívtok-e, vagy nem hívtok meg, ez a ti döntésetek. Ezt az előbb tettem. Az előbb mondtam. Ez akkor olyan, mint az izé, a zenekar. Full negatív, az is jó volt. Hat ránk a full negatív. Zenekar full negatív? Nem, tök jó fej. Nem, az az igazság, hogy én csak az idióta, a riporter is férj vagyok, a nejem, aki szervezi a dolgok, ahova küld, én ott megcsinálom azt, amit meg kell. Én azt tudom, hogy hova megyek, miért vagyok ott, de vagyok. Ez a lényeg, tehát. Hát majd a Griffen ma jó fogja érezni magát, csak jöjjön. És az lenne a kérdésem. Milyen egy ilyen régóta létező zenekar? Hát most jó, mert én nagyon sokáig gyászoltam a Jocika miatt, ilyen 2008-ig nem csináltam semmit, 89-ben jelent meg a lemezünk, 90-ben elhett, mint az énekesünk, és igen. 2008-ig semmit, és akkor utána nagyon nehéz volt a Vertig Jocika után megtalálni azt az énekest, akivel ki lehet adni egy lemezt, és hát az úgy látszik, hogy 32 évig kellett várjak arra, hogy megtaláljam a Mahit, és akkor ő velem most tök jó, és örülök ennek az albumnak, és már alig várjuk vénember létünkre, hogy zenéljünk egy... És mindig jó most a koncert, hogyha volt már egy pár szó, hogy akár más formációkkal is felléptünk, mert közönségben már mindenki barát megismerős. Tehát ez a tök jó, hogy mindenkit is számunk.
Remélem, május 7-én lesznek ismeretlen arcok is. Hát én is remélem. Én is remélem, hogy jönnek újak is a régiek mellett. Úgyhogy csak így tovább, ahogy szoktuk mondani, most már ti is igaz, hogy még nem, de már riport volt, hiszen ez egy kvázi riport, hogy a Roppagod a család részei vagytok, segítünk, promózunk, megyünk, ahova hívtok, amit kell, mi mindenhol ott vagyunk. Puszi az egész Roppagod a családnak. Még köszönjük. Palota. Roppagoda. Igen, mert palotán vagyok, az Roppagoda. Nem baj, tőled ez is. Köszönöm megtiszteltetés, szépen. Úgyhogy köszönöm szépen, uram. Köszönöm, és találkozunk akkor. Ölelés mindenkinek, sziasztok! Köszönjük, Viki is írta. Most még bemegyek, idegesítek még egy-két emberben is. Jó, van. Jó? Kijöttem levegőzni egy kicsit, mert már 10 óra óta. Azért az úgy tömény. Most már ez egy kicsit... Szóval megint azért ronda fejemet látjátok. De jó! Én is ide jöhetek mellé. Gyere! Sziasztok! Itt vagyunk együtt május a stúdióban. Május 7 brief, el ne felejtsétek. Gyertek! Köszönjük szépen, most visszamegyek és idegesítek valakit tovább. Hát különben észre se vesznek, hogy vagyok. Na, szóval most visszajöttünk, vagy mi, és megnézzük ismét a full negatívot, ahogy pakol. Szóval gyerekek, hogy érzitek, milyen volt? Ti ezt nem tudjátok, lefektettem a kicsikémet. Ezt? Na, de visszatérve a kérdésedre. Ráléptem. Meggyaláztam. Mondom, fúj. Ez egy patrazott a jó élmény volt, nem Norti? Abszolút. Hogy egy kis ugye akkor kell megkérdezni a zenésztársat, amikor éppen pakol. Ja. És háttal áll, mert nem látjuk az arc kifejezését. Az első stúdiós élménynek tökéletes volt. Ja. Ez az a gitár, amit áthúroztál tegnap este, meg lepucoltál, meg énekeltél neki, meg és együtt aludtatok. Meg. És együtt aludtatok, és reggel babusgattatok, hogy legyél jó hozzám, drága. De nem együtt fürdött szóval... velem, azért azt hozzáteszem. Nem hátadat? Nem most? Nem. De hát kicsit kapadnál, de... Szóval, hölgyek, urak, az E-Music stúdióban voltunk, kiadóba. Jó hely, ajánljuk. Nem csak azért, mert a full negatív itt volt, hanem azért is ajánljuk, mert média partnerünk. Úgyhogy mielőtt elbúcsúznánk a nézőktől, a hallgatóktól, még szeretnék egy mondatot a Mátéval mondani. Most búcsúzunk el a nézőktől, ennyi volt. Mit üzennél azoknak a zenekaroknak, akik ide jönnének, mivel találkoznak? Barátsággal, jó kedvel, jó hangulattal, meg minden ilyesmivel. És ebédet is kapunk. Ja. Azt hiszem, minden elhangzott, és még mellette számot is lehet rögzíteni. Ja. Ennyi. Úgyhogy köszönjük szépen, ez volt a Roppagoda. Sziasztok! Külön kiadás, kulisszák mögött az E-Musicnál. Köszönjük, hogy követtetek minket. Sziasztok! Hello!